Sikeres évet zárt a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör, Szederke nevű gyermek néptánc és citera csoportja. A két szekció egy magyarországi támogatásnak, a Csóri Sándor alapnak köszönhetően jött létre azzal a céllal, hogy a gyerekek megszeressék a táncot, a magyar kultúrát és a népzenét. Molnár Mónika a következő percekben a két csoport vezetőjével, Balázs Piri Zoltánnal és Hergovics Katalinnal beszélget. Sok szeretettel köszöntöm műsorunkban Hergovics Katalint és Balázs Piri Zoltánt, a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkörből. Sziasztok! Szervusz! Szia! Egy táncegyüttes és egy citera zenekar. Ezt működtetitek már pár éve. Mesélnétek nekünk arról, hogy hogyan kezdtétek? 2020-ban alakult a táncegyüttesünk. Ennek azért voltak előzményei, az Ady körben, a korábbi években is voltak táncházak, táncos foglalkozások, szombatonként, hétvégente, egy-egy rendezvényen, farsangi alkalmon beépítettünk táncházat, és hát észrevettük, hogy bizony lenne erre érdeklődés, vannak olyan gyerekek, akik szívesen jönnének heti rendszerességgel táncórára, és akkor 2020-ban a Csóri Sándor pályázatnak köszönhetően ezt a táncegyüttest megalapítottuk és elindítottuk. Tehát a táncegyüttesnek voltak már előzményei, ugye táncházakból alakult, és a citera zenekar vajon honnan jött az ötlet? Én még csak hozzá szeretném tenni, hogy Katcának megköszönjük ezt a tevékenységet, amivel beindított a táncot. Ez már ugye már lehet, hogy 10 éve is elindult egy ilyen ötlet, hogy jó volna a fiatalokat bevonni egy tánc foglalkozásba, és ez így, ahogy Katica említette, hát az ő jó voltából és természetesen támogatásból is akkor így sikerült megalakulni. Ezzel egy időben valahogy merült fel az ötlet is, hogy hát esetleg valamilyen hangszeren is játszhatnánk, és akkor itt merült fel az ötlet, hogy citera. Valahogy én úgy emlékszem, hogy a tanácstermünkben maradt egy régi házi készítményű citera, ami nekem így szem előtt volt, és akkor ebből eredt, hogy hát akkor egy népi hangszeret lehetne egy citera. És akkor így pályáztunk a Csóri pályázaton keresztül 3 alap citerára, és úgy gondoltuk, hogy hát biztos találni fogunk 3 olyan gyereket, aki majd valamilyen módon ugye hajlandó lesz gyakorolni velünk, és így indultunk be úgy szintén 2020-ban. Ehhez képest a 3 gyerekből mivé nőtt ki ez az együttes? Hát most 10 citerásunk van, akik citeráznak velünk, ezek elemi iskolás gyerekek, de mikor így visszanézek erre az elmúlt időszakra, akkor mondhatom, hogy 15-en összesen voltak bevonva ebbe a citera csoportba, amiből ugye mindig van lemorzsolás, újak is jönnek, úgyhogy most per pillanat 10-en vagyunk. Szóval ez a 3 citera mellett, amikor ezt a Csóri programon keresztül megvásároltuk, akkor elég gyorsan kiderült, hogy még 3-at kell venni, akkor a tanács jó voltával még 3-at beszereztünk, és akkor utána a Csóri programon keresztül még akkor kicsit nagyobb és másmilyen citerákat is tudtunk vásárolni, és akkor így most már ugye 10 citerával tudunk gyakorolni. Van átfedés amúgy a citera zenészek és a táncosok között? Igen, igen, van 2 fő, aki egyben citerázik is és táncol is. Úgyhogy amikor fellépés van, akkor ők vannak legjobban úgymond igénybe véve, tehát akkor nekik ugye duplán kell fellépni. De ez nagyon jó, hiszen a gyerekeink megtanulják azokat a dalokat, amiket a citerások játszanak. Tehát ha citerások önállóan adnak műsort, akkor akár a táncosok énekkísérettel ezt tudják még érdekesebbé tenni. Melyik korosztály jár táncolni? Jelenleg fiatalodtunk. Alapvetően, amikor a táncoktatást elindítottam, akkor az volt a cél, hogy az elemi iskolás korosztály legyen megszólítva. Viszont az idén már nagyon-nagyon sokan érdeklődtek, akik még nem iskolások, hogy szeretnének jönni, és megnyitottuk előttük is a kapukat, úgyhogy gyakorlatilag a 4 évestől a 13 évesig mindenféle korosztály megfordul nálunk a táncegyüttesben. Most jelenleg 15 aktív tagot számlálunk, de ugyanígy, ahogy a Zoltán említette a citera esetén, ugyanígy a táncoktatásban is voltak
voltak változások a létszámba, tehát volt, hogy én most így összeszámoltam, szerintem egy ilyen 25-30 gyerek biztosan megfordult már a táncegyüttesbe az elmúlt 3 év alatt. És mi az indítatás igazából a gyerekek részéről, illetve a szülők részéről, hiszen fiatalabb generációról van szó, miért iratják őket be a tánctanulásra, ugye zenekari próbákra? Ez egy nagyon jó kérdés. A tánc együttesben most jelenleg többnyire olyan gyerekek járnak, akiknek valamelyik nagyszülője volt magyar. Tehát már a szülők nem beszélik aktívan a magyar nyelvet, de valami miatt érdekesnek tűnt nekik ez a program, és az identitás tudat az még megmaradt a családban olyan szinten, hogy úgy döntöttek, hogy szeretnék, hogyha gyerekek tanulnának magyar néptáncot, tanulnának magyar népdalokat. Így gyakorlatilag a néptánc oktatás az nem csak magáról a táncról szól, és arról, hogy megyünk fellépni, készülünk a programokkal, hanem arról is szól, hogy egyfajta identitás megőrzést biztosítunk a gyerekeknek, sokszor akár egy-egy új szót is megtanulunk magyarul. Úgyhogy elsősorban én ezt gondolom, hogy az indítatás az mindig a gyökerekhez való visszatérés, és a hagyományok és a tradíciónak a tisztelete. És ugye két csoport általában együtt szokott járni, fellépni, jól tudom? Igen, itt az átfedés mellett ugye, ami pedig a legszebb része az egész dolognak az, hogy a két csoport az nagyon szorosan együttműködik, és nem ritka alkalom az, hogy a fellépéseken mi adjuk a zenei kísérletet a táncosoknak, és erre nagyon büszkék vagyunk, örülünk ennek, hogy ezt sikerült elérni. Egyrészt, hogy a citerások is meg tudják tanulni azokat a dalokat, és tudják kísérni a táncosokat, és az is, hogy a táncosok akkor ezt így elfogadták ilyen nagy szeretettel. Ez különben azért is jó többek között, ugye nem csak azért, mert a két csoport ugye akkor így együtt dolgozik, hanem a gyerekek is együtt vannak, és akkor utazásokkor, fellépésekkor, akkor közösen lépnek fel, de hát a társalgás is közös, és akkor így nekük is gondolom érdekesebb eljárni, hogyha ha itt ez a szórakozási rész is benne van, és akkor az utazásoknál, vagy a fellépések utáni társalgásoknál akkor együtt lehetnek. Mennyire kihívásos hangszer a citera? Mennyi idő kell ahhoz, hogy valaki megtanuljon rajta játszani? Hát én most ugye nem vagyok egy nagyon nagy zenei oktatással élő személy, de valamennyire konnyítok a hangszerekhez. Úgyhogy most ilyen nagyon, nagyon laikus módon elmondom, hogy a citera az egy népies hangszer. Népi hangszer. Hogy is indult ez be, hogy citerát fogok oktatni, végül is én nem tudtam citerázni, valamilyen hangszereken játszottam gyerekkoromban, de végül azt, amikor nem tudtunk találni citera tanárt a Covid időszakban, vagyis hát amikor volt is, mondjuk rá Szörlősi János volt az, aki még vállalta is volna, hogy eljár ide és akkor foglalkozna a gyerekekkel, de akkor bejött ez, vagyis az a Covid időszakban, akkor ez majdnem lehetetlen volt ugye városok között utazgatni, akkor végül úgy döntöttem, hogy hát nincs más, mint hogy megtanulok jó magam is citerázni, ezt az internetről megtanultam, és akkor így kezdtem én a gyerekekkel foglalkozni. Ennek az egész ötlete, hogy ez hogy is lehet ennyire lehet megtanulni, ez onnan ered, hogy odahaza gyerekkoromban a szomszéd bácsi az nyári estéken néha-néha citerázott, aki különben kovácsmester, ilyen fém elfoglalkozó mester volt, és akkor úgy visszagondolom, amikor Feri bácsi tudott citerázni, hát akkor ezt valószínűleg én is meg tudom tanulni. Most nem lebecsülök a Feri bácsi citerázását, mert nem is emlékszem, hogy citerázott, de hogy innen ered, hogy ez népi hangszer, és ezt a falukban az emberek, akik annó nem is volt zeneiskola, játszották, úgyhogy valószínű, hogy akkor ezt meg lehet valamilyen módon tanulni, nagyon alapszintén, mint amilyen módon én is most játszok. Én próbálom ilyen alapszinten átadni ezt a tudást a gyerekeknek. Egy része a gyerekeknek, akik járnak citerázni, zeneiskolába is járnak, velük nagyon könnyű dolgozni, mert ők kottát is olvasnak, és ismerik a más hangszereket is, főleg, hogyha húros hangszeren játszanak, akkor ez elég egyszerű. De olyanoknak is, akiknek semmilyen zenei tudásuk, azon kívül, hogy az iskolában van zeneóra, ami nagyon alap. Úgyhogy próbálom olyan szinten előadni, hogy ők ezt el tudják játszani, és a gyakorlatban az mutat, tudod ki, hogy ezt elég gyorsan elsajátítják. Maga az oktatás is két vágányban megy, ezáltal úgy, hogy vannak, akik zenei oktatással rendelkeznek, akkor ott könnyebb kiosztjuk a kottákat esetleg, és akkor ők ezt már odahaza is kigyakorolják, akik pedig ugye
alaptudással rendelkeznek, akkor ővel kicsit többet dolgozunk személyesen egyéni órákon, úgyhogy így akkor így alakul ki a szakcsoport, aki akkor közös próbákat is akkor már tud együtt tartani. Mennyi fellépésen vagytok túl? Milyen rendszerességgel jártok fellépni? Táncegyüttes az körülbelül 2 havonta lép fel. Általában igyekszünk valamilyen eseményhez kötni ezeket a fellépéseket. Tavaly évben Zágrában több alkalommal is felléptünk, például a Mártonnapi Lampjonos felvonuláson, illetve itt a kultúrkörben, hagyományos rendezvényeken, a karácsonyi műsoron, most pedig készülünk a március 15-i műsorra. És hát minden évben szeretnénk és tervezünk, és eddig is igyekeztünk legalább 1 alkalommal ellátogatni Zágrábon kívülre. Úgyhogy a tavalyi évben eljutottunk így Dezsenovácra, Pákrácra is, felléptünk, és ezek a plusz fellépések mindig egy különleges élményt is adnak a gyerekeknek, hiszen ilyenkor látnak más tánccsoportokat is, hogy ők hogy működnek, és akkor van egy ilyen egészséges rivalizálás, hogy hát ha ők így csinálják, akkor mi jobban meg tudjuk próbálni, látják, hogy más tánccsoportban milyen viseletet hordanak a gyerekek, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk ezeknek a lehetőségeknek, és igyekszünk a citerásokkal együtt menni. Nekik sokkal több fellépésük van, mint nekünk, ezt majd a Zoltán el fogja mondani, de amikor mi megyünk, akkor jönnek velünk mindig a citerások is kötelezően. Valóban elég sokat szerepeltünk együtt is. Nem könnyű összehozni egy ilyen csapatot, ugye egy-egy fellépésre. Szülők, gyerekek elfoglaltságai, nagyon sokan mindaz mellett, hogy ide járnak táncra citerázni, még sporttal is foglalkoznak, egyéb más szakcsoportokban az iskola mellett, úgyhogy mink köszönetet mondunk a szülőknek, nagyszülőknek, akik mindez mellett még ide próbálják a gyerekeket eljuttatni ezekre a próbákra. A kezdetek óta nem számoltam, de most a új év körül számoltuk vissza, az egy éves fellépésünket, 23 fellépésünk volt a egy évet számítva, ami a citerásokat illeti, amiben benne van ugye ez a közös fellépésünk is. Annyit szeretnék csak itt az előző kérdésre, amikor feltetted Katicán a kérdés, hogy mi az, ami ide vonza a gyerekeket, most én csak a citeráról tudok beszélni, ez egy olyan kérdés, amire biztos, hogy nem tudok válaszolni, de nagyon érdekes az eredménye. Szóval, mikor elindultok, akkor valóban úgy volt, hogy egyáltalán zeneoktatás, bármilyen hangszerre a zenede mellett, még citera, még magyar népdal. Szóval teljesen el sem tudja az ember képzelni, hogy ki az, aki erre fogékony lenne. És nagy meglepetésünkre nagyon nagy volt az érdek. És ennek az eredménye most már ugye így pereg, mert az iskolában is felléptek a gyerekek, nagyon nagy volt az érdek. Egy egzotikus hangszerről van szó Horvátországban, most még ugye Zágráb központjában, ahol a 19. századtól valószínű citerát már nem is látni, ugye? És akkor, amikor megjelenik valaki, vagy valahogy egy csoport, aki citerázik, tekerőlantot ne se említsem, ami az még egy külön érdekesség, akkor a gyerekek érzik, hogy ez menő, ugye? És akkor így csatlakoznak. Volt egy citera oktatáson vettem részt jó magam, mint oktató, és akkor ott rákérdeztek, hogy és akkor hány tagotok van, és kik a tagok, és mikor elmondtam, hogy nálunk a zömét a zenekarnak a fiúk képzik, akkor ezt Magyarországon nem akarták elhinni, mert ott nagyon nehéz a fiúkat rávenni citerázni, inkább a lányok azok, akik énekelnek és citeráznak. Hát nálunk 2 lány citerázik ebből a 10 gyerekből, aki benne van a csoportban, úgyhogy ez is egy érdekessége, hogy a foci mellett a citera is azért még menő. Kiket vártok a 2 csoportba? Ki az, aki jelentkezhet hozzátok? Minden zágrábi gyereket szívesen látunk, akinek van bármilyen magyar gyökere, akit érdekel a magyar kultúra. Nagyon-nagyon sok programmal készülünk, fellépéseken felül kirándulásokkal is kedveskedünk, táncházakkal is, úgyhogy akit érdekel, jelentkezzen, a próbák táncpróbák szerdánként vannak, Citera pedig szerdán és szombaton van a csoportos próba, és én nagyon örülök annak, hogy az Adi körben ilyen módon sikerült a fiatalokat bevonni a kultúr életben. Ez a 2 szakcsoport a pillére a fiataloknak a tevékenységének az Adi körben. További sok sikert kívánok akkor a munkátokhoz, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük.